24. alkalommal gyűlt össze városunk apraja nagyja a hagyományos húsvét előtti nyuszi futáson. A Fidesz helyi alapszervezete immár csak nem negyed százada rendezi meg ezt a tömegsporteseményt, amelyen bárki kipróbálhatja futó vagy épp saktudását, s emellett számos más esemény is színesíti a programot. Mindig nagy lelkesedéssel és nagy várakozás előzi meg ennek a szervezését, ami elég hosszadalmas, mert legalább egy hónappal előtte el kell kezdeni a vállalkozóktól a goncsorgást, intézményeket megkeresni, pedagógusokat, akik segítenek. Nyilván ezt egyedül nem lehet, csak egy csapat keretében lehet megrendezni, és eredetileg ugye ez a Fidesz alapszervezet, a SAK és az atlétika szakosztálynak volt a közös rendezvénye, és ez maradt a hagyományoknak megfelelően. Tehát jó időben neki kellett kezdeni az idén is. Ugyanezt tettük. Nyilván a húsvéthoz kötődik mindig a nagy szombat, az pedig annyira változó, van, amikor nagyon korán van, van, amikor elég későn. Most elég későn rendeztük. Az idő, hál' Istennek, még most kegyes hozzánk. Legalábbis a kicsik lemennek, a általános iskolás gyerekekig jó időbe tudnak futni. Remélem, hogy mint ahogy eddig is egyszer futottunk a 24 év alatt esőbe, mindig jó időnk volt, tehát szeret bennünket odafönt valaki. Mondtad, hogy ez egy, tulajdonképpen egy politikai esemény. Mennyiben maradt ez meg, ez a politikai része, vagy inkább a sport felé kanyarodott el az elmúlt 24 évben? Nagy változáson ment át. Az legelső, az egy kampányrendezvénynek indult, hogy nyuszi futás, ez egy, úgy is hívtuk, hogy városi narancsos Fidesz futás, nyuszi futás, és ez szépen átalakult, ahogy az idő telt, egyre nagyobb, szélesebb körbe bekapcsolódtak a szponzorok, a segítők, és lekopott róla igazán ez a kampány jelleg, és mindenki magáénak érezte, hogy ez egy sportrendezvényé változott, és úgy gondolom, hogy egy nagyszabású közkedvelt intézmény vagy rendezvényé, ahova mondom bekapcsolódtak civilek mindenféle pártól és hovatartozástól mentessé vált. Nyilván a Fidesz tartja kézben, a Fidesz csoport az, aki felelős azért, hogy meg legyen szervezve, ők vállalják az oroszlán részét az egész rendezvénynek, de igazán már nincs. Azért változott nagyon sokat, mert egyre inkább a húsvét kerül előtérbe, egyre inkább a gyerekek foglalkoztatása, a játék, a húsvéti szokások, a locsolózás, most is vitaminsziget van benne, ami bekapcsoljuk a húsvét ételeit, sárga túró, itt ebben a vidékben, vagy ezen a vidéken nem ismerik, nagyon közkedvelt az ország több területén, tehát igyekszünk azért ismeretekkel is ellátni a gyerekeket, már a futáson kívül. Itt eltöltetnek egy nagyon kellemes délelőttöt, de mindenképpen szeretnénk afelé tolni a rendezvényt, hogy valamilyen húsvéti szokás, tehát ismerjék meg a régi húsvéti szokásokat, ételeket a futás mellett természetesen. Talán mondani sem kell, hogy mindig is a különböző korosztályok futószámai számítottak az esemény fő részének, még ha mindig is akadtak olyanok, akik csak sakkozni, vagy csak nézelődni, esetleg szurkolni jöttek ki. Igaz, szerencsére már több futóverseny is színesíti városunk sportrendezvényeinek a sorát, ám olyan, mint a nyuszi futás, egy sincs. Itt ugyanis a 2 éves korosztálytól kezdve egészen a 70 évesekig mindenki megtalálhatja a maga kedvére való futótávot, miközben a betét programok minden évben kínálnak kicsiknek és nagyoknak is valami újat. A résztvevők létszáma általában mindig időjárás függő. Eddig a legkevesebben 2013-ban voltak, amikor is, amint Kovács Krisztina is említette, végig szakadó esőben rótták a kilométereket a legelszántabbak, de olyan is volt már, hogy több mint 300-an teljesítették a távokat. Most mintegy 200-an vállalkoztak a futásra, miközben 28-an a sakkbábukat tologatták a sakktáblán. A mai nyuszi futás sakkversenyen, hát szakásunkhoz híven olyan közel 30 fő jött össze, tehát pontosabban 28. Több helyről neveztek, jöttek Nádudvarról sakkozni, Nagyrábi, Berettyőifalú, Karcagról is eljöttek néhányan, úgyhogy végül is néhány ifjúsági korcsoport lett, második, harmadik, negyedik osztályos, 6-9. Korcsoport, lányok is játszottak külön, egy-két anyuka is beszállt, hogy elkísérték a lányait, meg fiait, és akkor mondták, hogy ők is összemérik akkor tudásukat, úgyhogy felnőtt nő is sikerült elindítanunk.
és felnőttek közül pedig tényleg egy pár volt, hogy felnőtt amatőr sakkozók, de van vagy két ilyen erős csoport is indult, nehéz volt úgy szétszednünk, de két erős korcsoport, ugye 1700 élő alatt, meg 1900-as élő elsosztályú sakkozók is megjelentek most a mai sakversenyen. Az egymással párhuzamosan zajló futó és sakverseny közben a már célba érők megjutalmazása, mint minden évben, most is bőkezű volt. Az érmek és oklevelek mellett a helyi vállalkozók adományainak köszönhetően az első hat helyezett egy szatyornyi ajándékot is kapott. Én ötödjére vagyok ezen a versenyen. Én is ötödjére vagyok. Milyen volt ez a mostani mai verseny? Hát jó volt, hosszú volt a táv nagyon. Fárasztó volt nagyon. Gondoltad volna, hogy első helyen érsz célba, illetve hogy te a második helyen végzel? Nem. Én harmadikat vártam. Korábban volt már ilyen sikerben részetek? Nem, csak első hat. Nekem is csak első hat. Nem tudom, néztetek már, miket kaptatok ajándékokat. Nézzétek meg, bontsátok ki. Mit szóltok hozzá? Jó. Miket kaptál? Hát... Mondd el. Ilyen gördeszkás pályát. Te mit kaptál? Én is ilyen gördeszkás pályát, meg ilyen kulacsot. Ebben az évben vagyok másodjára, és voltam tavaly is, de akkor első lettem, most meg második. Milyen volt a táv? Mennyire fáradtál el? Hát annyira nem volt fárasztó, csak a sprint része. Minden évben voltam, mióta iskolás vagyok, és mindig benne voltam az első hatba. Tavaly volt a legjobb, a harmadik lettem. Milyen volt a mai futam? Hát, hogy így egy kicsit abba hagytam a sportolást, így egy kicsit fárasztó volt, de bírtam. Az idei nyuszi futás az utóbbi évekhez hasonlóan az Arnold Sándor emlékfutással zárult, amit aztán a hagyományos tombola sorsolás követett. Lucky.